Sziasztok fiúk és lányok, üdv a csatornámon! Ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogy mikor érdemes elmenni mesterképzésre alapképzés után. Nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, hogy én, aki ugye nemzetközi gazdálkodáson végzett a Corvinuson, én például elmenjek a mesterképzésre. És ilyenkor én olyan dolgokat vettem figyelembe, hogy például, ha valaki szeretne külföldre menni, szerintem egy mesterképzés a tökéletes útja, vagy módja annak, hogy aki mondjuk Magyarországon csinálja meg az alapképzést, az mondjuk mesteret, mesterképzést külföldön tudja továbbvinni. Nekem például ez nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy el tudjam dönteni azt, hogy akkor én most akarok-e tovább menni, vagy nem. Mivel vannak olyan szakok, ahol egyébként egy mesterképzés az nem feltétlenül ad annyival többet, hogy megérje azért fizetni, még két évet az iskolában ülni, mert maga az alapképzés az már meg tudja adni az embernek azt, amire szüksége van. Ellenben ugye vannak olyan szakok, ahol viszont még a mesterképzés sem elég ahhoz, hogy te el tudj helyezkedni, hanem különböző ugye feltételei vannak annak, hogy te el tudj kezdeni dolgozni. Ezért, hogyha valaki esetleg azon gondolkozik, hogy én most menjen a mesterképzésre, hogyan döntsem el, hova menjek, van pár olyan dolog, amit én így tanácsolni tudok, mert amikor én annó gondolkoztam, akkor úgy voltam vele, hogy igazából ezeket fogom figyelembe venni. Tehát az első az az, hogy igazából azzal, hogy valaki jelentkezik, azzal nincs elkötelező arra, hogy ő elmenjen mesterképzésre. Ugye Magyarországon ugyanúgy történik a mesterképzésre való jelentkezés, mint az alapképzésre, hogy február 15-ig kell jelentkezned. Ez ugye azért Netces, mert hogyha te most nem tudod, hogy akarsz a mesterre menni, akkor relatíve hamar kell eldöntened. Viszont, ahogy mondtam, csak azért, mert jelentkezel, az nem azt jelenti, hogy te kötelezve vagy rá. Hiszen ugye az egyetemek is számolnak azzal, hogy hiába vesznek fel, mit tudom én, száz embert, abból nem fog mindenki beiratkozni. És lehet, hogy amikor téged felvesznek, úgy vagy vele, hogy milyen jó, hogy felvettek egyetemre, mert amúgy tökre van kedvem, vagy úgy vagy vele, hogy figyelj csak, nem akarok menni, és akkor sem történik közából akkora probléma, mivel az egyetemek valamilyen szinten ezzel számítanak. A második dolog, amit én gondolkoztam, az az, hogy igazából van-e még hova fejlődnöm? Ugye ez azért hülye kérdés, mert nyilván mindig van hova fejlődnöd, tehát nincs olyan, hogy te mindent tudsz, és akkor nem tudom, nem kell tovább tanulnod, viszont ugye ettől függetlenül, hogyha például te meg vagy elégedve azzal a tudással, amit neked éppen van, akkor nem feltétlenül éri meg befektetni azt a pénzt, azt az időt egy mesterképzésbe, ha neked a célodhoz egy alapképzés teljesen megfelel. Ettől függetlenül egy mesterképzés tud sokat adni, ugye a mesterképzés az egy mélyebb változata az alapképzésednek, ha mondjuk ugyanazon a szakon maradsz. Tehát igazából olyan szinten nem fogsz újat tanulni, hogy amit már egyszer megtanultál alapképzésen, azt nyilván tudod. Ettől függetlenül nyilván új dolgokat fogsz tanulni, hiszen pont ez a lényeg a mesterképzésnek, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most akkor én elmegyek mesterképzésre, és ugyanazt a dolgot megtanulom egy év alatt, vagy két év alatt, mint amit előtte, mit tudom, én négy évig tanultam. Tehát pont az a lényege, hogy ez egy rövidebb folyamat, viszont sokkal mélyebben belemegy, viszont egyetlen egy specifikus dologba. És ez lehet egy kicsit a hátulütője a mesterképzésnek, hogy vannak olyan mesterképzések, amik annyira specifikusak, hogy ha te azt tanulod meg, akkor onnan nagyon nehéz másfele elmenni. És ezért fontos az szerintem, hogy egy mesterképzést sokkal alaposabban érdemes megválasztani, mint egy alapképzést. Mert elmész alapképzésen nemzetközi gazdálkodásra, onnan te még el tudsz menni pénzügyszámvitel, Ö, nemzetközi tanulmányok, gazdálkodás, gazdálkodásmenedzsment, nemzetközi gazdálkodás, ugye, nem tudom, gazdinfó, mit tudom én, micsoda, viszont, hogyha te elmész mondjuk gazdinfóra, akkor nem biztos, hogy felvesznek egy pénzügy munkára, mert előbb veszik fel azt, aki pénzügy számviteles mestert végzett. Én például ugyanazt a szakot tartom meg, tehát nemzetközi gazdálkodást fogok tanulni, viszont ugye külföldön nekem ezért lesz nagyon-nagyon fontos, mert ugyanazt fogom tanulni, viszont egy külföldi egyetemen kint fogok tanulni, kapcsolatokat fogok építeni, bízom abban, hogy ugye ez az egyetem plusz dolgot fog adni. Viszont, hogyha valaki tényleg nagyon-nagyon meg van elégedve az alapképzésével, és az alapképzésén belül el tud helyezkedni megfelelő bérrel, azért, mert neked csak alapképzésed van, az nem azt jelenti, hogy te nem fogsz soha annyit keresni, mint egy mesterképzéses tanuló. Viszont, Sokszor van olyan, hogy egy munkához mesterképzés elvárt. Tehát ilyenkor azért érdemes azt is figyelembe venni, hogy te a jövőben mit szeretnél elérni. Ha te CEO akarsz lenni, akkor lehet, hogy egyáltalán nem kell mesterképzés, viszont lehet, hogy olyan CEO szeretnél lenni, ahol viszont annyira fontos a tudás, hogy egy mesterképzés az ajánlott. Igazából ez egy olyan dolog, amit te tudod, te tudod, te tudsz eldönteni. Tehát te tudod azt, hogy neked az alapképzésed az elége. Sokszor van, olyan, hogy elég, és hidd, higgyétek el egy alapképzéssel, ugyanúgy fel tudtok menni menedzseri munkába, ugyanúgy fel tudtok menni menedzseri pozícióba, ugyanúgy el tudjátok érni azt az álmot, amit szeretnétek, de lehet, hogy egy kicsit nehezebb lesz, mivel ugye alacsonyabb szintről fogtok indulni, mint hogyha megvan egy mesterképzés, és úgy indultok el. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ha van egy mesterképzésed, akkor garantáltan gazdag leszel hiszen a mesterképzés sem fogja azt jelenteni, hogy akkor jó, most van egy mesterdiplomám, akkor ide a milliókat. Tehát mindenképp meg kell dolgoznod azért, ahova el szeretnél jutni, akkor is, ha van, akkor is, ha nincs diplomád, akkor is, ha mesterképzésed van, Viszont a mesterképzés az tud segíteni, tud beleadni, tud hozzáadni ahhoz, hogy te hamarabb elérd azt az álmodat. Viszont ugye ez nem garantálja azt, hogy csak egy mesterképzéssel hamarabb eléred az álmodat. És ugye sokszor van olyan, amikor egy mesterképzés az igazából nem, ho nem ad hozzá annyit, hogy te mindenképp elvégezd azt az évet, főleg úgy, hogy ugye például, ha külföldön akarod csinálni, akkor általában ugye fizetned kell érte. Tehát ilyen téren azt is érdemes megnézni, hogy biztosan hozzáad-e ez a mesterképzés annyit ahhoz, az én karrieremhez, hogy én ezt most belefektessem, vagy úgy vagyok vele, hogy inkább dolgozom, és inkább munkatapasztalatot szerzek, ahelyett, hogy még egyszer tanulok, mivel egyre több cég sokkal jobban értékeli azt, hogyha mondjuk munkatapasztalatod van, és nem egyetemi diplomád. Ettől függetlenül ez cégtől, karriertől, területtől, mindentől függ. Ezért fontos az, hogy üljél le, hova akarok eljutni, meddig akarok ide eljutni, mi kell ahhoz, hogy ide eljussak, mik az adott piacon a jelenlegi dolgok, mennyit keresel alapképzéssel, mennyit keresel mesterképzéssel, ha megyek mesterképzésre, hova, mennyibe kerül, mennyi idő. Ha ezeket mind így el tudod képzelni, akkor nagyon könnyen ki fog jönni az, hogy megírja neked a mesterképzés, ha igen, hol, ha igen, miért, milyen területen. Viszont ha nem íri meg, akkor pedig mit kell elkezdened ahhoz, hol kell elkezdened dolgozni, és meddig kell elkezdened dolgozni ahhoz, hogy elérd azt, amit szeretnél. És ezért a mesterképzésnél én csak azt tudom tanácsolni, hogy te magad nézd bele a saját fejedbe, mit akarsz, kivel akarod, hol akarod, meddig, és úgy el tudod dönteni, hogy akarsz a mesterképzésre menni, vagy nem. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a kis rövid videót. Remélem, hogy hasznos volt azoknak, akik esetleg így gondolkoznak abban, hogy menjenek a -e mesterre egyetem után, alapképzés után, megírjenek, muszáj -e, mert ugye vannak olyanok, ahol muszáj menned, akkor az nyilván nem is kérdés, de ez inkább azoknak szól, akik mondjuk egy kicsit általánosabb szakon tanulnak, és esetleg azon gondolkoznak, hogy belemenjünk egy mélyebb területbe, vagy jó nekünk ez az általános szak. Ne felejtsétek el lájkolni a videót, ha tetszett, és feliratkozni, hogy ne maradjatok le több ilyen egyetemi videóról. Találkozunk a következő videómban. Legyen nagyon szép hetetek! Sziasztok!